Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, ez szépen süt a nap, amúgy korábban esett az első, képzeld el, ott még látod, még mindig ilyen felhős az idő. Jelenleg, ahogy látod, itt ülök az autóba és tartok az iskolába, megyek, felveszem a Lukaszt. Nemrég hazaértem a munkába, épp hogy megzavajoztam magam, ugye szokás szerint, és ami még nem evideltem, mert nem volt rá időm. De, ahogy ígértem a múltkori videóban, a vasárnapi videóban, ma nem más lesz, mint sorsolunk, ki fogjuk sorsolni ezt az okos órát, és egy darab szerencsés nyertes meg fogja nyerni. Rettentő sokan írtatok, képzeld el valami, több mint 2000 kommentet kaptam, úgyhogy valószínűleg nem manuálisan fogom sorsolni ma, hanem ilyen automatán, ugyanis rettentő sok a komment, ugye mindenket nem tudnám betölteni és húzogatni, meg kiválasztani, úgyhogy valószínűleg automatán fogjuk csinálni ezt a sorsolást, majd ha hazaértem. Oda nézzen, látod, valaki esernyével jön. Oda, látod ott a parkba. Na nem tudom, hogy látod-e vagy nem, de sokan járnak nálunk esernyővel. Nem azért, mert este fog az eső, hanem a nap ellen, de inkább ezek az ázsiaiak, kínaiak, ugye a bőrük miatt, és ez mondjuk nem látom, hogy ilyen ember volt, én úgy néztem, hogy valami fehér ember volt, de nagyon sok embert lehet látni, hogy esernyővel megy, és nem is esik az eső. Először furcsa volt, mikor láttam, ugye több évvel ezelőtt, mikor kijöttünk ide, de aztán lassan hozzászoktunk, hogy akkor is az emberek viselnek esernyőt, vagy van náluk, meg fel van húzva, ha nem esik az eső, hanem nagyon süt a nap. Amúgy nézd, mindjárt leérek ide a partra. Itt elmegyünk jobbra, csak itt vigyázni kell, mert múltkor is képzeld el, kint állt itt a rendőr, és itt miért a kanyarba? És itt csak 50-nel lehet menni. Jópá, és aki gyorsabban ment, mint ide 50, ugye megbünteti. Mostanában itt nagyon figyelni kell, bár én még sose láttam a rendőrt, de a feleségem mondta, mert erre szokott jönni, fel is volt, hogy figyeljön, mert itt áll a rendőr. Amire ideértem, már nem állt itt. Nézd, oldalkocsis motor, te! Ilyet is régen láttam, nem sűrű lehet ilyet látni. Na, megparkíroztam, még van egy 10 percem kicsengetésig. Valamit akartam tőletek kérdezni. Ugyanis a múltkor, egy pár videóval ezelőtt kérdeztem tőletek, nem is kérdeztem, mondtam nektek, hogy egy Lukasz milyen büntetést, de kérdeztem is, Lukasz milyen büntetést kap, ugye, mert futott az iskolába és kapott egy sárgalapot, és mondtam, hogy a Lukasz mi nagyon nem szoktuk sose megbüntetni, nagyon-nagyon ritkán, mikor meg is büntetjük, akkor elvesztük tőle a laptopot, nem elvesztük le, de nem laptopozhat, vagy internetezhet körülbelül egy délután, vagy egy este maximum, de nagyon ritkán van. És kérdeztem, hogy ti milyen büntetést kaptok. És többen írtátok, hogy tőletek is elveszik az internetet, a laptopot egy hétre, egy hónapra, megbüntetnek titeket, meg mindenféle fajta dolgot, ugye, ami ugye a fiatal gyerekek nézőim írtátok, hogy ugye, hogy nem jó ez, ugye milyen nem jó dolog. Arra lennék kíváncsi, hogy ti, főleg a fiatalabbak, ugye ezek a fiatalabb emberek, akik nézik a videót, milyen büntetést adnátok ti a saját gyerekeiteknek, majd hogyha felnőttök, tehát ti el fogjátok venni tőlük a laptopot, vagy a telefont, vagy nem fogjátok egyáltalán megbüntetni őket, vagy erre lennék kíváncsi, hogy mit gondoltok róla? Annak idején engem is ugye nem nagyon szoktak a szüleimmel megbüntetni, ha meg is büntettek, akkor maximum ugye tényleg nem lehetett mondjuk nem internetezni, mondjuk számítógépezni, vagy ilyen hasonló büntetés, de olyan büntetés nem volt, hogy ugye nem nézhettem tévéig egy hétig, vagy egy hónapig, vagy nem nézhettem videót, vagy mármint ilyen videókazettát, valami filmet, vagy akármit. Tehát csak tényleg arra lennék kíváncsi, hogy más, mikor az ember gyerek, és megbüntetik, és azt mondod, hogy én aztán a saját gyerekemet sose fogom megbünteni, én mindent meg fogok neki engedni. És a szülem is ugye szokták mondani, hogy én is ezt szoktam mondani, hogy egyszer lesz gyerekem, mindent megengedek neki. És így, hogy ugye felnőttem, azért mindent nem engedek meg neki, ugyanúgy. Tehát csak kíváncsi lennék, hogy ti, hogyha felnőttök, vagy hogy fel is nőttetek már, hogy gondoljátok ezt az egészet? Tehát, na minden. Ha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy milyen büntetést fogtok adni ti a saját gyerekeiteknek, hogyha felnőttök. Na minden. Úgyhogy én lassan elindulok az iskolába, aztán felszólom Lukaszt. Bár majd mindjárt megkérdem őtől is, hogy ő mit szól ez a kérdéshez, hogy ő hogy fogja megbüntetni a saját gyerekeit. Na, menjünk. Oda nézi, hogy jönnek a felhők. Te, lehet, hogy ez megint eső felhő jön erre felé. Amúgy felveszem Lukaszt az iskolából, itt van mellettem, éppen nézgeti a könyvét. Milyen könyvet nézel? Tom Gates. Ez hozta a könyvtárból? Ja. Nem láttad ezt a könyvet, vagy nem olvastad? Nem, de én már láttam shopokba, a boltokba, de... Amúgy minden héten el kell menni a könyvtárba és kell kölcsönözni. Hány könyvet kell kölcsönözni? Egyet, kettőt? Négyet. Négyet? Minden héten négy könyvet, ne hülyéskedjél. Én nem butaskodok. Amúgy a Lukasz szeret olvasni. Én, amikor gyerek voltam, nagyon nem szerettem olvasni, de... Van egy kérdésem hozzád. Várjál, jön a mentő. Nézd, jön a mentő. Az előbb eljött már egy mentő, most jön egy másik mentő. Biztos valahol karambolban vagy valami van. Van egy kérdésem hozzád. Jó, van.
A múltkor ugye volt ez a büntetés. Amikor megbüntetünk téged, akkor nincsen laptop mondjuk egy estére, vagy nem nézhetsz tévét, vagy ugye hasonlókat. Az a kérdés, amit kérdeztem tőletek is, kérdeztem tőlük, ja, hogy ha te felnősz, te meg fogod büntetni a saját gyerekeidet, vagy nem? Ja! Megfogod? És hogyha megbünteted, akkor milyen büntetést fogsz te nekik adni? Ugyanolyat, amit te kapsz? Ha nagyon szeret tévé, elviszem a tévé. Ha nagyon szeret komputer, elviszem a komputer. Akkor ugyanaz! Ha nagyon szeret olvasni, hát... Akkor ugyanaz végül is, amit te kapsz most. Yeah. Ja. Jó van. Na, akkor ezt megbeszéltük. Amúgy mindjárt hazaérünk, és nem más, egy kedvencet fogjuk enni, ami nem más, mint a hash brown, ami magyarul krumplis sószának hívják, azt hiszem. Nem? Te nem tudod? Nem. Na mindegy, pirosat kaptunk, oda nézzél. De eljön ez az eső, tudod mi a baj? Holnap kint fogok dolgozni, a esőben nem hiszem. Na mindegy, amúgy jön át az öcsém délután, lehet, vagy nem, vagy meglátjuk, egy közelső biztos nem jön. Az lejöttünk, képzeld el, Oscar Davis, most itt vagyok bent a fürdő szobában. Ahogy látod, megebédeltünk, csak most mindannyian nem akarok hangoskodni, úgyhogy most nem más fog csinálni, mint le fogom vágni a hajamat, aztán utána vagy valószínűleg sorsolni később. Petuhányást vágjam, ugye múltkor mondtam, hogy nem akarom egy kicsit itt fönt tartani, de nem hiszem, hogy megtartani, azt mondom, hogy az egészet levágni, és kezd idegesíteni. Nem szeretem, mikor valószínűleg fülem, hogyha ráhagy így a fülemről. Ja. Úgyhogy most töltöm a masinát, látod, még mindig ez a masinámban, még mindig nem vettem újat, de... Hoppá! Na, hova ment? Itt van! Ez túl hosszú, ennél kisebbre kell vágni, ez nagyon nagy. Nem emlékszem, hogy a zölddel vágtuk múltkor, vagy pedig a legkisebb feketével vágtuk múltkor, ami... nem is tudom, ez a legkisebb. Látod? Én azt mondom, hogy megpróbálkozunk ezzel, ez az... Három milliméteres, úgyhogy megnézzük, hogy milyen lesz ezzel. Na, ledobom a fősőmet, ledobom a gatyámat, aztán nekiállunk hajat vágni. A gépet feltöltöttem egy ilyen 10 percet, úgyhogy remélem, hogy jó lesz, mert kezd öregedni ez a gép, sokszor fél úton így apmarad, és a fél hangfolyam nincsen levágva, az annyira idegesít, utána megint be kell dugni, tölteni egy 5 percet, megint várni egy kicsit, meg megint egy 5 percet tölteni, úgyhogy hamarosan lehet, hogy karácsonyra azt kérek a Mikulástól. És, na minden, álljunk neki, remélem, hogy nem fog megállni fél úton. Pálmafa lennék, mint a felraktak volna, ilyen fűcsomót, ilyen... Nem néz ki, de fűcsomó a fejemben, komolyan mondom. Nézd, kezdek kopaszolni. De, hogy nézzek ki? Nem nekem kicsit túl rövid? Olyan, mintha most túl rövid lenne, ne? Vagy lehet, hogy azért a hosszú volt. Aztán, oda nézd, milyen nagy hajam, mutatom. Látod, milyen hajam volt? De. Mi ez egy nyuszi, mi? De! Oda nézzél, levágtam szépen a hajamat, látod, ilyen jó rövid lett. Na gyere, te is itt vagy. Ja, jó rövid hajam lett. Közben itt volt az öcsém, elment haza, a napocska kezd a lemenni. A Lukasz közben megtanult. Ja, majdnem, hogy elment, majdnem az egész délután. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint mi fogunk csinálni. Sorsolni fogunk, úgyhogy nézem azokat a kommenteket, betöltöm őket, és kisorsoljuk azt az órát. Jó, rendben van? Vagy játszunk még el a szegyet? De! Ők se értik meg, én se értem, mit mondasz. Mit mondasz, Nyuszi? Mit mondasz? Leváljuk a te hajadat is? Mi kell? Na menjünk, sorsolni. Szóval, sorsoljunk, nem más, mint ezt az okos órát, nem tudom még egyszer, hát ha nem emlékeztek rá, bár biztos, hogy emlékeztek rá. Látod, ez az a okos óra. Hogy mennyire okos, azt nem tudom, de valamennyire biztos, hogy okos, legalábbis okos órának hívják. Úgyhogy most fogom, betöltöm az összes kommentet, és akit kihúzza ez a komment választó, megnézzük, hogy fel van iratkozva az illető a csatornára, és ja, meg ugye kellett szeretni a videót, úgyhogy mutatom. Látod, itt van ez az oldal. Bemásoltam a YouTube linket, ugyanis be kell másolni, most rákattintünk, hogy töltse be az összes kommentet, és itt elkezd pörögni, tölt egy darabig, mindjárt elkezdenek futni majd a kommentek,
és valószínűleg itt leszünk egy pár percig, mire betölti is. Néztem, több mint 2000-en kommentáltatok, ugye. Úgyhogy mire az betölti, szerintem egy pár perc biztos, hogy lesz közben. Itt van a Davis is, ő is akarja nézni. Komment még mindig töltődik. Én azt mondom, hogy addig megállítom a kamerát, aztán amint betöltődött az összes komment, folytatjuk tovább. Na, nézd, látod? Itt a videó, és pörög az összes komment. Mindenkinek a kommentje ott van. Úgyhogy amint ez megállt pár percen belül, folytatjuk tovább, és együtt kihúzzuk a szerencsés nyertest. Betöltődött az összes komment közben, itt van a Davis is, ő is nézi a szerencsés nyertest. Ki lesz az, mutatom? Látod, betöltődött az összes komment, tehát figyelj, a szerencsés nyertes nem más, mint kattintok. Csuk Dávid, válasz Dr. Peppa üdítőt, mert nagyon szereted, gratulálok az 50 000. feliratkozóhoz. Csuk Dávid, gratulálni szeretnék neked, arra kérlek meg, hogy írjad meg a címedet, hogy hova küldhetem ezt az okosórát. Aztán még mielőtt valaki azt mondja, hogy lehet, hogy nincsen feliratkozva, mutatom neked, hogy fel van iratkozva a csatornára. Látod? Itt a neve, és lemegyek, mutatom neked, várjál, hogy hol vagyok. Itt van, látod? És fel van iratkozva Ausztrália magyarul, úgyhogy, ahogy mondtam, írd meg a címedet, küldöm az órát. A mindenki más, aki nem nyert, nem kell elkeseredni, lesz még játék. Na gyere, Nyuszi, te is nézzed. Lesz még játék, ha nem is okos órát sorsunk, de majd valami más biztos fogunk sorsolni a jövőbe. Úgyhogy most mit csinál? Mit? Mit csinál? Ide akarsz jönni? Csinál, mutatok nektek valamit. Na várjál. Na várjál, felkapcsoljuk a villanyt itt a konyhába, hogy több fény legyen. És a hétvégén képzeld, vettem valamit. Nem más vettem, mint mindjárt mutatom, csak megtalálom. Megtaláltam. Pattogatott kukoricát ettem. Ami nem lenne ugye érdekes, mert pattogatott kukorica ettem. Mindenki vett már pattogatott kukoricát, de ez sajtos. Látod? Sajtos pattogatott kukorica. Ettél nem már sajtos pattogatott kukoricát, mert én még nem. Olyan érdekes az íze, mint a pattogatott kukorica, de sajtos. A Lukasz még nem emett. Várjál, mindjárt megmondom neki, vagy próbálja meg, milyen kíváncsiak, mit szól hozzá. Ami nem olyan rossz az íze. Lukasz! Gyere ide! Közben itt a Davis is, én nagyon nem emelték pattogatott kukoricát. Hova mész? Nyuszi! Elfelejtettem mondani. Hoppá. Vettem sajtos pattogatott kukoricát. Meg akarod kóstolni? Nem! Ne hülyeskedjed, gyere, nézd, itt a sajtos pattogatott kukorica. Mutatom, milyen a... Muti. Ilyen. Így néz ki. Na milyen? Jó! Sajtos, úgy néz ki, mint a rendes, csak sárga és sajtos. Jó, ja, gyere, neked is keresünk valamit, jó? Ízli, vegyünk még ilyet, vagy ne? A sima az jobb, én azt mondom, ez érdekes, érdekességképpen nem rossz. Nyuszi, nem mehetsz olyat, de gyere, adok neked mást. Nyuszi elment közben a tévét nézni. Mi a helyzet? Tévét nézünk most akkor? Hogy azt hiszem, visszarakja ezt a pattogatott kukoricát. Adnál neki pattogatott kukoricát, és hogy adok neki, és létlenül megakad neki a torkám. Nem jó. Mi nekem is az előbb. Mit? Mit mondod? Még mindig ott tartasz? Na gyere! Akkor kapsz valami mást. Van ez a sajtos, nem pattogatott kukoricát, ez a sajtos chips, ilyen labda. Ja! Ez? Látod? Mit szólsz hozzá? Kész ilyet? Na gyere, üljünk le! Gyere! Amúgy evett dinnyét, és olyan maszatos volt. Gyere, Nyuszi, hova akarsz ülni? Ide, oda, gyere, menjünk a tévé elé. Jössz? Gyere! Amúgy én is szeretem ezt a sajtosat. Nagyon sok ilyen sajtos dolgot lehet kapni valami oknál fogva. Már egy kicsit, odaadom a feleségemnek a kamerát, mennyi volt a plusz neki. És ilyen labda, látod? Tessék! Na milyen? Hm? Finom vagy nem finom? De. Ja, kész még? Ilyen. Én mondtam, hogy jó. Én szeretem ezeket a sajtos dolgokat. A paprikást is szeretem. Régen ugye Magyarországon mindig ilyen paprikás vagy sonkásat szoktam enni. És nálunk nem lehet kapni se sonkásat, se paprikásat. Ha lehet, akkor is ilyen csilis paprikásat, de semmilyen normális paprikásat. Minden sajtos. Úgy szeretem még a magyarosat is. Régen szoktam mondani, hogy szeretem a magyaros chipset, amit nem lehet nálunk kapni. A sonkás chipset, amit nem lehet nálunk kapni. Meg mit szeretek? Ja, paprikás chipset, amit meg nem lehet kapni. Kivéve ezt a csilis paprikásat. Sajtosat, mindenféle. Még pattogatott kukoricába is lehet kapni sajtosat. Így mutogatok, már nem kivertem felesének a szemét. Na ugye, úgyhogy most azt hiszem, hogy elmegyek és iszok egyet, meg közben eszünk még egy ilyen chipset. Mi van, Nyuszi? Ízlik? Mi?
Na mit csinálsz, Lukasz? Nézem, hogy lesz egy full moon mostan. A holdat? A teli old lesz? Miért nézzük, a teli old lesz vagy nem? Hogy miért nézzük? Yesterday volt Halloween. Tegnap? Ja, tegnap volt Halloween. Tegnap volt Halloween, el is felejtettem mondani. Igen? Ja. Nem akarok közbeszakítani. De mostan Amerika. Várjál, nekem mi van a kezedben, Nyuszi? Tájd rá itt, azt nem nyomogassuk. Na, bejöttünk a Davis, a Lukasz szobájába, hogy ő is egy kicsikét csöndesebb a helyzet, mint ott kint. Yeah. A Davis akarja a távirányítót, és ha nem kapja meg, akkor de kezd most már fáradni, úgyhogy most megy fürdeni. Nem is lehet most hallani, mert most abba hagytam, most megy fürdeni. Mit mondtál a Teli Holdról? A Halloweenról. Azt tudom, te volt Halloween és Teli Hold volt. Vagy Teli Hold volt, nem is volt Teli Hold? Nem tudom, már mind a másik countryban most lesz Halloween today, Magyarországban is. De már miért? Mi van már? De már ma van elsője. Ja. Ja. Minden másikon. És Teli Hold van. Aztán ilyen horror filmes Teli Hold. Nem. Hát a full moon. Ja, tudom, Teli Hold. De minden, elmondjuk nekik, hogy mi volt tegnap? Mi? Tegnap Halloween volt, és ugye nálunk Halloween az a szokás, hogy a gyerekek ilyenkor elmennek, és kopogtatnak az ajtó, persze felöltöznek valaminek, és igen, kapnak csokit, vagy nem kapnak csokit, vagy cukrot, vagy valamit. A Lukasz tegnap elment, és felöltözött, vagyis felöltözött, és elment a feleségemmel itt a házba, itt merre kopogtattál be? Hát erre kopogtam, szám nem kijött. Ja, néhány nem jött ki. Felmentem a harmadikon, fölmentem az ötödikon, nem visszajöttem. És egy pár helyre bekapogtak, sok helyre bekapogtak, és kapott cukrot, kapott csokit, egy ilyen nagy vödörre, mind benne a ütőbe. Ja, mind, te tudom mutatni. De gondolom, hogy nem kimegyünk. Most nem megyünk ki. És jó sok csokit kapottam úgy. Tavaly is mentünk, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, hogy ki nem, biztos, hogy nem sokan is néztem a tegnapi videót, Tegnap néztem a múlt évi Halloween-es videót, nem Halloween-es, egy nappal utána volt, mentünk a személyzetre, emlékszel, amikor mentünk a személyzetre? Tavaly. És azt néztem, hogy képzeld el, körülbelül 400 valahány nézettség volt, képzeld el azon a videón. 400 olányan nézték meg azt a videót annak idején, képzeld el! Csak? Ja, csak! Utána volt ilyen 500-as nézettség, volt ilyen... 9! Jó, lehet, hogy olyan is van, nem tudom. Abban az időben nem sokan nézték még a videóinkat. Nem. Na, ugye? Mikor csak volt, nem is 1000? Ja, nem is 1000, volt mikor csak 50-en meg, volt mikor 16-an nézték. Én voltam 100-ban, én csak... Tudom. Na minden! Én mindig kapok jó view. Úgyhogy most a Max nekem, a Max szerintem nem 20 000, én már kaptam 20 000 egy videót. Igen, hát az Magyarországos. Igen. Köszönöm mind a view-nak, ha valaki kinézi, ezt tudja a csatornámon. Amúgy a héten se csináltunk még játékvideót, de nem tudom, hogy mert holnap se érünk rá, vagy a csütörtökön se, jövő héten valószínűleg, ja, te jussz rám. Amúgy a Lukasz most játszik, a Minecraft-tól játszik, mit építesz? Egy pumpkin házikó. Az a tök, ugye? Ja, mert a Halloween most majd csak egy pumpkin házikó. Tök házat épít, úgyhogy én megnézem, mit csinál a Davis, elmegy fülni, aztán te mész fülni, nem van? Jó van. Aztán neked is le kéne vágni a hajadat. Nem! De, oda néz. Én csak, te tudsz csinálni egy mohawk. Azt persze, ilyen a középen fönt meghagyjuk, nem? Nem, én leszek bold. Nem, tudod milyen? Várjál, hol van? Kavasz leszek! Itt van. Tudod, milyen leszel? Heinz! Hogyha lány lennél... Így nézett ki. Itt van ez a szürke paruk. Nézzél, hogy mi lenni. Nézzél rám! Na milyen lesz? Én vagyok már mindegy rockstar! Gyönyörű! Ja, vagy olyan! Na, úgy. Gyönyörű, ja. És csak lássik a hajam. Amúgy van ilyenbe. Ezt szoktuk használni. Pici, hogy ez a szájunk! De, van feketébe is. A feketét is használtuk már, ezt is használtuk már. Látod, néha, amikor megtaláljuk, mindig felvesszük és hülyeskedünk vele egyet. Ami ez azért került elő ez a haj, meg ez a mutató. De most nem azt mondom, ez tele van, mivel van tele? Ruhával. Itt egy milyen? Batman ruha? Vagy mi ez? Ja. Ez Batman. Tegnap a Halloween-re a Lukasz keresett ruhát magának, és ez micsoda? Hát egy sleeve, egy topról. Gyönyörű. Van Tesco sapka. Tesco sapka, látod? Én nem utaskok, fönt van egy Tesco sapka. Nekem meg ilyen... Ausztrál sapka, látod? Miért fölkeszel azt? Nézd, hogy néznék ki ilyen ausztrál. De hát ezt lehet volna elvinni kell dolgozni múltkor, nem? Ne. Ja, szép Batman. És a Hulk. De nincs Hulk. Ezeket a Lukasz nagyon régóta gyűjtötte. De nézd!
Nincs haj neki! Ja, nincsen haj, haj, mert ott a haj. Na várjál, kezdek izzadni ebbe a parókába, meg a sapkába, te. Válsát a hajja! Te tudod, mit kell csinálni? Ezt az volt. Így kéne reggel mennem dolgozni, ilyen hosszú hajat, el lehet megsésteni az öcsének a fukám. Nem dolgok benne, lemerül benne az ellen, lemerül benne az ellen. Amúgy van itten Iron Man-es, van itten Spider Man-es, van itten... Van a Spine. Egy más, egy Renault sapka. Van a Heinz-es. Ez mit csinál itt ez a Renault sapka? A fejed. Még mi van? Már lezett a fejedről. Ezt tudod, mit csinál? Ez a jógabás. Van az a gyerek műsor. Mindig dolgozik. Még mindig megy. Na várj, ezt fel kell tenni. Rakjad fel. És lehet, hogy nem, biztos, hogy Magyarországon is ez a jó gaba-gaba, nem? Annak mondták régen. Mindig van! Te, annak idején a Lucas nagyon szerette ezeket a dolgokat. Te mindig tudod látni tévén, majd mondtam David. Te, oda néz. Még rendőr sapkánk is van. Ez mindig a jó gaba-gaba, mindig jó van gaba-gaba. Tévén. Na várjál, rakjuk vissza, mert annyi kacat van itt, komolyan mondom. Várjál, ez sapka, ez milyen sa? Ezt Magyarországon vettünk, mikor Magyarországon filmeztünk egy rövid filmet. Ez egy golfsapka! Ne, ez nem golfsapka. Olyasmi a golfsapka, de ez nem golfsapka. Nézzük! Ez az a magyarországi sapka. Lukaszön ez volt rajta, mikor filmeztünk. Tudod, hol filmeztünk? A búzatáblába filmeztünk. Te! A Lukasz így húzogatta a búzát, és ez a sapka volt rajta. Emlékszel rá? Ja, jaj, te! Na mindegy, van itt sok érdekes dolog. Még mi van itt? Mutatom. Ez micsoda példa? Itt a haja! Ez a haj! Hoppá! Van itt egy sapka, oda néz. Van emergency sign! Nagyon szépen néz ki, látod? Ez is! Te, annyi sapkánk van, mi szeretjük a sapkákat! Visszatértem a haja! Ja, sapka gyűjtemény! Ez nem olyan is mondom. Davis, dobolsz? Vagy mit csinálsz? Mi? Dobos lesz belőled? Vagy lehet, hogy énekes, nem? Na gyere! Menjünk! Gyere, menjünk! Menjünk zuhanyozni! Gyorsan, gyorsan! Fürdőkád! Fürdés, alvás! Opa, nyuszi! Gyere! Te dokje fel engem is! Gyere ide, nyuszi! Gyere ide! Na gyere, menjünk! Kezed! Gyere, sétálunk a fürdőszobába, jó? Megfürdünk, mármint a Davis, aztán megvacsorázunk, mármint mi, a Davis már vacsorázott, és elmegyünk aludni, mármint a Davis. Én meg lassan befejezem itt ezt a videót. Ahogy láttátok, nem volt videó, ugye kellett szokott lenni, de ma van videó szerdán, holnap nem lesz videóról, csütörtök van, de szombaton vasárnap megint lesz videó. Úgyhogy, amiben sok érdekes dolgot nem hiszem, hogy csináltunk, ugyanis nem kellett volna menni sehova se, de ha hétvégén vagy valamikor megint el fogunk majd menni valamire, valószínű, ugye attól függ, hogy milyen az idő, meg hogy dolgozok meg mindent, de mivel jó idő van, biztos, hogy le fogunk menni most majd valamikor a tengerpartra, nem is most, de majd valamikor. Ugye megint a jó idő lehet menni fürdeni, bár múltkor mondtam, le volt zárva, nem tudom, le volt zárva a tengerpart, képzelőben már jöttek a cápák, aztán megették az embereket, és lezárták, úgyhogy, de biztos kifolyam, már most a lehetőleg is nyitották. Na mire? Úgyhogy, ezt a mai videót én itt most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!